Pici vagy. Mint egy kis babszem. Vagy még kisebb. Egy másik. Halló? 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 Nyunyu, itt vagy? Te vagy az, Bubu. Szia. Szia, figyelj. Van egy kis gond, mert volt itt egy kis csúszás, úgyhogy nem tudom, mikor lesz vége. Nekem meg nincs pénz a telón, úgyhogy ezért hívlak az itteniről, szóval... De ott vagy a klubban? Nem baj, akkor maradjál, és érezd jól magad. Aztán majd gyere. Jól vagy? Jól. Jó, figyelj, holnap bepótoljuk, jó? Elmegyünk valahová, ígérem. Csak te meg én, oké? És jó? Jó, rendben. Jó, anyu. Jó, mennem kell. Szia, kicsim. Nagyon szép. Mutass egy basszust, hogy mellé bújhassak. Mutatkozz bőrén, hogy eléd állhassak. Sürgess a vízbe, és nézd végig fentről. Mutasd meg arcod, hogy csókot adhassak. Elárulom, mi vár, ha nem szólsz semmit, azt ígérted, nem szólsz semmit. Kér tőlem hármat, hogy megcsinálhassam. Sértődj meg dacból, hogy viszonozhassam. Ne haragudj aztán, hogy nekem se kelljen. Vágd hozzám holni, hogy elvonzolhassam. Menj el. Menj el. Húzza már el! Baszd meg magad, a kurva élet!
Szia. Szia. Mi van? Hol voltál? Azt kérdeztem, hol voltál? Hol voltál? Norman, meg... Hülye vagy, bazd meg! Hol voltál? Klubban voltam, bazd meg! A klubban? Igen! Ott tettem a kulcsomat, és anyámnak kellett aludnom, nem tudtam bejönni. Kb. 30 percig. Azt hittem, hogy nem vagy itthon. Tök hülye voltam. Csak na... Először azt hittem, hogy valami bajod van, aztán még, hogy megcsalsz. Nem, nem sérültél meg. Rossz. Mit mondjak magának? Jó, hát tényleg nem jó. Sokat nem. Ez volt.
Semmi. Nem örülsz? De hogy nem. Csak? Csak ez a lakás. Mi van vele? Ide még nem kéne. Jaj, bubu. Addig még nagyon sok időnk van. Majd keresünk egy másikat. Mennyi? Mi? Mióta tudod? Hát... nem tudom. Már érzem egy ideje. Érzed? Hogyha csak most mondod? Nem voltál? Nem, még nem voltam. És a teszt? Még azt sem csináltam. Gondoltam, hogy majd együtt. Akkor csinálj. Te nem akarod. Ezt nem csinálom. Mit nem csinálsz? Nem megyek abortuszra. Hát még nem is biztos, hogy van. Lehet, hogy csak... Hogy? Mit tudom én, hogy csak... Hogy csak kitaláltam? Nem ezt mondtam. De ezt gondoltad. Lehet, hogy csak késik. Szerintem nincs semmi. Csinálj tesztet.
Na? Mit csinálsz? Mi van? Liza, mi van? Mi? Ez mi? Kicsik. Mit jelent a kétség? Azt, hogy gratulálok, apuka. Ez a megoldás, hogy elmész? Jó, várj, akkor ne így begyűrjük. Normálisan hajtogassuk össze, így ezek a pólók ide. Ez jó, nem? Ebből jól fog mutatni a pocak, ugye? Akkor ezt ide rakjuk, ezt is berakjuk. Mennyi gyerektartást kérsz akkor? Most megállapodhatunk így rendkívül, jó? Csak Léci, engem szólítson majd apának, jó? Ez a cipő, ez jó lesz, ebben bele fog férni a dagadt kis bokácskád, vagy... Nincs, papa. De elmegyek. Te nagyon gyerek vagy. És én is az lettem. Én nem ilyen vagyok. Nem voltam ilyen. Szia. Látni akarom. Tesztet. Mutasd meg. Minek? Úgyhogy minek? Mert össze-vissza beszélsz. Látni akarom, mi van rajta. Nem. Mutasd meg. Engedj ki. Hadd én nem mész el, hogy nem látom a tesztet. Engedj ki. Kérem. Engedj ki. Nincs. Várj ide. Yeah.
szemából szeretni, és nem is kimerítő. Kétszeresek, hogyha őt nem haszonnak közelítő. Szia! Tényleg magam voltam csak, a létjogosultságát firtattam. Úgy. Nem baj. Milyen volt a koncert? Jó. Nem játszol nekünk valamit? Még nincs kész. Ha sokat játszol neki, és hallja, hogy zenélsz, akkor lehet, hogy ő is zenész lesz. Nem hiszem. Miért? Képzeld, van egy barátnőm, néptáncos. Most mesélte, hogy amikor az anyukája vele terhes volt, akkor mindig népzenét hallgatott. Amikor meg az öccsével volt terhes, akkor mindig komoly zenét. És az öccse 8. születésnapjára egy csellót kért. Nem durva, nem? De. Ez nagyon szar. Hagylak halkotni.
Csúszson egy kicsit lejjebb. Ne feszítsen. Itt a mélye, nézze. Nem látni terhességet. Sem méhen belül, sem méhen kívül. Felölteszed. Ön a partner taxit hívta. Jelenleg minden vonalon foglalt. Munkatársunk jelentkezéséig szíves türelmét kérjük.